Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, a Pannon Televízió hírháttér műsora. Mai műsorunkban a költségvetéssel kezdünk. 1945 óta nem volt ilyen alacsony a költségvetési hiány, legalábbis Alekszandr Vucic kormányfő szerint. Az egészségügyi minisztérium utasítása szerint 15 perc áll a páciensek rendelkezésére, amikor meglátogatják választott orvosukat. Ezzel is foglalkozunk. Majd a 45 év működés után felszámolt Temerini rádióról láthatnak egy bejátszást. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások éve van. A vajdasági magyarok is érintettek ebben az ügyben. Műsorunk végén pedig a munkakeresők szokásairól fogunk beszélni. Ne menjenek sehová, azonnal kezdünk. Szerbia történelmének egyik legkisebb költségvetési hiányával számol a 2017-es költségvetési javaslat, amelyet a kormány tegnap el is fogadott. Ez a költségvetési hiány a tervek szerint a nemzeti össztermék 1,7%-át fogja csak kitenni, ez pedig 1945 óta nem volt ilyen alacsony, erről beszélt Alekszandr Vucic kormányfő. Az ellenzék szerint a kormány késve fogadta el a javaslatot, és ezért megsértette a költségvetésről szóló törvényt. Egy összefoglalót láthatnak a témával kapcsolatban, majd egy interjút Tóth Kornél közgazdásszal, amit Tomin Kovács Laura készített. Hangos tömeg fogadta csütörtökön Alekszandr Vucic szerb miniszterelnököt Valjevóban, ahol a Gorenje gyár ottani üzeme működésének 10. évfordulóját ünnepelték. Vucic a gyárlátogatáson elmondta, hogy az országban egyre több a befektető, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy jövőre rekord alacsony lesz az ország államháztartási hiánya. A kormányfő emellett 4%-os gazdasági növekedéssel számol. Reményei szerint 2017-ben az átlagfizetés Szerbiában elérheti a 450 eurót, a munkanélküliség pedig 13% köré esik majd. U celoj državi kompletan budžetski deficit zajedno sa svim projektnim zajmovima, zajedno sa opštinama bude svega 1,7%. Ovo će vjerovatno biti prva godina, da vam to kažem, prva godina od 45. godine, bez obzira na to što ćemo i Rusima da isplatimo 100 miliona evra, što smo za penzije dali 100 miliona evra, jednokratno plaćanje, da ostanemo u ovoj godini u suficitu. Novembar smo završili sa suficitom od 3,1 milijarde, što je negde oko 25 miliona evra, ukupno na nivou 37 milijardi od početka godine, što znači više od 300 miliona evra imamo suficit, iako smo platili najveće kamate u istoriji Srbije od oko 1,5 milijarde evra. A költségvetési tervezetet már előterjesztették a köztársasági parlament elé, közölte Dusan Vujović pénzügyminiszter mai sajtótájékoztatóján. Vlada usvojila budžet za 2017. predlog budžeta za 2017. godinu, da je on već upućen Skupštini, da se već nalazi na sajtu Skupštine i da očekujemo da će na vreme biti usvojen dnevni red i da će rasprava odpočeti u ponedeljak. Az új költségvetési tervezet a mezőgazdaság területén pozitív változásokat hoz majd. Ebben a szektorban több mint 8%-kal nő a költségvetési keret. Budžet Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u 2017. godini biti 43 milijarde i 778 miliona dinara. To je u odnosu na 2016. godinu za 8,11% više. I ovim smo prekinuli trend iz 2015. i 2016. kada je došlo do smanjenja budžetskih sredstava koja su izdvajana za Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Az ellenzék szerint a kormány késve fogadta el a költségvetési tervezetet, és ezzel megsértette a törvényt. Po zakonu o budžetskom sistemu države Srbije, vlada Srbije do 1. novembra tekuće godine morala da usvoji nacrt budžeta za narednu godinu. Danas je 1. decembar, prošlo je mesec dana, vlada Srbije svoj posao koji ima u skladu sa zakonom nije obavila. A szerb radikális párt elnöke arról beszélt, hogy a kormány még a 2015-ös évre vonatkozó költségvetési jelentést sem készítette el. Po našim saznanjima, vlada Srbije uopšte nije uradila finansijski izveštaj o budžetu iz 2015. godine. Iako smo im blagovremeno skretali pažnju na to da je to njihova obaveza,
da ta obaveza mora da se ispuni, da se ne može usvajati budžet za 2017. dok se ne usvoji završni račun za 2015. a da završni račun za 2016. godinu mora da podnese do 1. marta 2017. Az ellenzéki politikusok úgy vélik, hogy azért kellett ennyit várni a költségvetés tervezetre, mert a kormány megvárta a Nemzetközi Valutaalap Szerbiáról szóló jelentését. Jó napot kívánok! A kormány ígér, mi reménykedünk, de hogy valójában mire számíthatunk a gazdaság területén 2017-ben, erről kérdezem Tóth Kornélt, az Entai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola igazgatóját. Mielőtt még a jövőre beígért történelmi deficitről beszélnénk, arra kérem, hogy értékelje a mögöttünk álló évet gazdasági szempontból. Valóban sikeres volt-e a pénzügyi, a fiskális konszolidáció? Üdvözlöm a Pannon TV nézőit. Ami az elmúlt évet illeti, azt el kell mondani, hogy a költségvetési hiány, ugye ami december 31-ével zárul, valószínűleg kisebb lesz, mint a múltban. Ez köszönhető annak is, hogy az IMF, a Világbank és más nemzetközi pénzügyi szervezetek igen kemény feltételeket tettek Szerbia elé. A fiskális konszolidáció, azaz a közbevételek és a közkiadások ésszerűsítése szempontjából. Tudni kell azt is, hogy a 2016-os évben országos szinten volt egy megnövekedett érdeklődés a külföldi befektetők részéről. Ez ugye főleg az olcsó munkaerőnek tudható be. Ez más szempontokat is fölvet, de ugye amit a munkavállalók tehetnek ebben a helyzetben az az, hogy elsajátítanak olyan tudást és készségeket, amelyekkel aztán akár önmaguk is fejlődésre képesek, tehát a saját, a szerbiai munkaerő is fejlődésre képes, ugye erre nagyon jó példa Magyarország, illetve Szlovákia példája. Tudni kell azt is, hogy az idei évben megnövekedtek az adók által biztosított bevételek az állami költségvetésben, de azt is tudni kell, ugye, és ezt szerintem mindannyiunk számára világos, hogy országos szinten ezen a téren van még tennivaló. A médiából értesülhettünk különböző drágulásokról, amelyek várnak bennünket január 1-től. Ezeknek a nagy része is ezen nemzetközi pénzügyi szervezetek feltételeinek fog eleget tenni, ugyanis úgy az IMF, úgy a Világbank hadhatósan követeli Szerbiától, hogy a közkiadásainak a legnagyobb részét, tehát az összes olyan részét, amit tehet, önmaga finanszírozza, és ne külföldi, illetve nemzetközi pénzügyi segítséggel. Röviden ennyit az elmúlt évek gazdasági pénzügyi történéseiről. A kormányfő 3-4%-os gazdasági növekedést ígért 2017-re. Mit jelent ez? Ez a bruttó társadalmi termék növekedését jelenti. Azt tudni kell, ugye, hogy a bruttó társadalmi termék minden országban az egy évben összesen országos szinten megtermelt javak és szolgáltatások összessége. Valahol a makroökonómia könyvek azt mondják, hogy az ideális gazdaságban ez 5% körül mozog. A fejlődő országokban, ha ez a 4% megvalósul, akkor ennek a mutatónak körülbelül eleget is tesz, ami a 4%-ot illeti. De viszont azt tudni kell, hogy a bruttó társadalmi termék, ami maga az életszínvonalra való kihatása, az csak egy tényező a sok közül. Van itt adópolitika, van itt árszintnövekedés, külkereskedelmi mérleg, világpiaci trendek, tehát tegyük föl, hogy megtörténhet az is, hogy 2017-ben ugye eddig a nemzetközi kőolajpiacon mondjuk egy csökkenő trendet tudtunk megfigyelni, megtörténhet az, hogy a jövő évtől ez a trend növekedő lesz, ami természetesen, hogy ki fog hatni a szerbei gazdaságra, de ki fog hatni nagyon a polgárok életszínvonalára is, ha esetleg így alakulna, úgyhogy az életszínvonal szempontjából ez csak egy tényező a sok közül, ami kihat pozitívan is az életszínvonalra. Ismertetik ugye a jövő évi költségvetést, és minden idők legkisebb költségvetési hiányával számolnak. Minek tudható ez be? 2014-től mondhatjuk azt, hogy a kormány hivatalos politikája az, hogy
jelentős mértékben úgymond a kezében tartsa a költségvetésbe befolyó és a költségvetésből kifolyó eszközökhöz vezető szálakat. Tanúi lehetünk annak, hogy az előző években, tehát a 14 előtti években nagyon sokszor megtörtént az, hogy az állam nem tudott teljes kontrollt végezni a költségvetési bevételek fölött, tehát voltak olyan szférák, voltak olyan gazdasági ágak, ahonnan az előírások szerint járt volna a költségvetésbe bevétel adók is más formában, de ez nem történt meg. Ugyanígy volt a kiadásokkal is, nagyon sok média híresztelés szólt arról, ugye, hogy a költségvetésből kifizetett eszközök egy része nem is biztos, hogy jog alapján lett kifizetve, úgyhogy 2014 óta a kormány megpróbálja kezében tartani ezeket a szálakat több-kevesebb sikerrel, és valószínűleg ennek a megszorító gazdaságpolitikának az eredménye az, hogy jövőre kisebb költségvetési hiányt tud tervezni a szerb kormány. Na most ugyebár a megszorító intézkedések mellett, aki okos és tudja vezetni a gazdaságpolitikát, az azt is tudja, hogy néha engedni is kell. Valószínűleg, hogy ennek az engedésnek a politikája a meghirdetett nyugdíj és fizetés emelés vagy visszaállítás, kinek hogy tetszik. Tervek szerint hogyan alakul majd a GDP jövőre? Elméletileg növekednie kéne, hiszen a kormányfő több hangzatos befektetésről is beszélt. Természetesen maga a GDP növekedése az ország gazdaságára és gazdagságára közvetetten hat ki. Szerbiának különösen fontos dolog lenne, hogy még jobban növelje a kivitelét, hiszen minden országban a kiviteli mérleg, tehát a behozott és kiszállított áru mennyisége közti mérleg az, ami valójában a hosszú távú tartalékokat és a gazdagságot akkumulálja. Na most azt is el kell mondani, hogy a fejlődő országokban, a nyugat-balkáni országokban ez általában negatív. Ez a mérleg, így Szerbiában is már évek vagy évtizedek óta, de viszont egy olyan trendet, ha föl lehetne állítani, hogy ez a negatív kiviteli mérleg különbség csökkenjen, akkor valószínűleg több eszköz, több pénz akkumulálódna magában az országban is. Tóth Kornélnak köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, a közügyeket Tomin Kovács Laura tudósított az ENTÁ-ról. Korlátozzák az orvosoknál töltött időt az egészségházakban. A kiválasztott házi orvosunknál 15 percet tölthetünk, szakorvosnál pedig 30 percet. Az általános orvosok szerint ennyi idő nem elegendő a páciensek megvizsgálásához. Ez az időkeret azonban már évek óta bevett szokásnak számít. Az emberek többsége még nem hallott az új előírásról. A legtöbben azt remélik, hogy az orvosnál töltött idő szabályozása lecsökkenti majd a várakozást, és kevesebbet kell vesztegelni az orvosi rendelőkben. Mislim da nije razumno, jer to ne može lekar za 15 minuta kod svakog pacijenta da uradi ono što treba, da pregledi ili nešto. Tako da je to vrlo otežavajuće sve ovo i ovo zakazivanje. Ako se mora čekat, mora. Kad se ode lekaru, mora se čekat. Nem kell többet várni. Meg hogy fél napokat ott állni, minden szokás, így legalább mindenki gyorsabban sorra kerül. Az orvosnál töltött rövid idő azonban nem jelenti, hogy rövid lesz a várakozási idő is, mondta Alekszandár Evetovics, szabadkai általános orvos. Szerinte mindegy, hogy 10 vagy 15 percről van szó, a lényeg, hogy ez az előírás a szakma, az adminisztráció és elsősorban a beteg kárára megy. Nem elegendő az, hogy a beteg és az orvos között az a bizalom alakuljon ki, természetesen, pláne, hogyha új betegről van szó, ami felnyitná előttünk, tehát a professzióm előtt azt a lelki állapotot, ahol a beteg ki tud tálalni, magyarán mondva. Vickó Ferenc, Szerbia egészségügyi államtitkára elmondta, hogy az előírás 15 percről szól. Hozzátette, hogy ez nem jelent semmiféle változást, évek óta így történik a rendelés. Az egészségügyben bevezetett információs rendszer hoz csak változásokat. Érdekes, hogy milyen szempontból lett ez így. A médiákban információként újdonságnak
valahogy beiktatva. Szerintem az egészből csak az a dolog történt, hogy most teljesen transzparensen és átláthatóan belelátom majd, hogy hogy dolgoznak a választott orvosok. Meg lesz mindegyik, hogy valójában mennyi időt tölt el egy pácienssel, tehát valójában kiszámítható leszünk, és tudjuk hasonlítani egyiknek és a másiknak a munkáját egymáshoz. Tehát meg fog látszani, hogy melyik orvos dolgozik valamennyivel gyorsabban, és ugye viszont minőségileg is mennyivel dolgozik jobb. Az egészségügyi államtitkár hozzátette, hogy ez nem jelenti azt, hogy az orvosok kizavarják majd a betegeket, hiszen lesznek olyanok, akik kevesebb időt töltenek a rendelőben. A 15 perc annyiban kötelező érvényű, hogyha az orvosok nem tartják be az időkeretet, akkor torlódás fog kialakulni. 15 perc, ennyi idő áll rendelkezésre az általános orvosoknak december 1-től, hogy megvizsgálják és kitöltsék a páciensek dokumentumait a változtatással kapcsolatban. Miklós Renátával, a Törökkönözsai Egészségház igazgatójával beszélgetek. Jó napot kívánok! Jó napot. Miből is áll ez? Mennyi ideje van most egy páciensnek, hogyha január 1-től 15 perc lett? Hát 15 perc. A Törökkönözsai Egészségházba már majdnem 2 éve jelentkeznek be a betegek a választott orvoson. Mink úgy terveztük, és úgy van beosztva, hogy minden betegnek 20 perc jut, úgyhogy körülbelül 20 beteg van naponta bejelentve a választott orvoson. Van 8 választott orvosunk. Ebben a számban nincsenek beleszámolva a sürgős esetek, a gyerekek és a házi látogatásunk, mivel a Törökkönözsán nincsen mentő csapat. És ez a 20 perc, hogy tekintenek önök erre, elég betegenként, páciensenként? Hát ez a 20 perc, ez elég. Nem minden betegnek kell 20 perc. Van, akinek kell kevesebb, van, akinek kell több, úgyhogy ez elég jó be van osztva nálunk. És hogyha ezen túl ugyebár ez a 15 perc lesz a meghatározó. Mi van az olyan esetekkel, amik sürgősségi, akkor ők, tehát akit sürgősen el kell látni, sürgősen meg kell vizsgálni, ők soron kívül mehetnek be? Igen, ők soron kívül, őket fogadja az orvos, aki abban a pillanatban szabad, akinek nincsen bejelentve beteg, vagy hogyha véletlenül ott van abban a pillanatban a választott orvosa a betegnek, akkor azt fogadja. És akkor gondolom az utána levőek tolódnak valamennyire. Hát mikor elkezdtük ezt, tehát még megkértük a népet, hogy értsék meg, hogy véletlenül, hogyha megtörténik ilyesmi, akkor ne legyen ebből nagy probléma, mivel a várakozás a választott orvosa most már nem olyan, hogy olyan hosszú, hogy pár óra, 1 óra vagy 2, hanem ezek csak percek, ez 10, maximum 20 percet kell várni egy betegnek, hogy sorra kerüljön az orvoson. Tehát a régi rendszerhez képest, amikor az emberek fél napokat vártak az orvosnál, akkor ez igazán ez egy... Ez sokkal jobb. Ez sokkal jobb. És be fognak vezetni egy nemzeti hívó vonalat, amin keresztül tulajdonképpen központosítottan fogják ezeket a terminusokat rezerválni a polgárok. Az önök rendszerébe ez mennyibe fog bezavarni? Hát ez lehet csak, hogy egy kis zavart hoz be, mivel nálunk a nővérek azok, akik adják az időpontot, hogyha a beteg fölhívja ezt a nemzetközi rendszert, akkor lehet, hogy duplázni fognak az időpontok. Szóval egy időpontra 2 beteg lesz bejelentve. Ezt még majd rendbe kell hozni, de szerintem ez nem lesz olyan nagy probléma. Tehát gyakorlatban önök szerint ez nem lesz olyan... Szerintem nálunk nem lesz olyan nagy probléma. Különböző újságokban lehetett olvasni, hogy eltérőek ezek az idők. Tehát van, aki 10 percről beszél, van, aki 15 percről beszél, a minisztérium cáfolta a 10 percet. Ennyire nem egyértelmű az információ, amit a minisztérium ad? Az átlag, amit a betegszám, amit egy váltás alatt az orvos fogad, az 36.
Szóval mind ebben a 36-ba beleszámoltuk a 20 beteget, ami be van jelentve, a sürgős eseteket, a gyerekeket, mivel Törökkanizsán csak egy gyerekorvos van, az is csak délelőtt dolgozik, szóval délután muszáj fogadni a gyerekeket, és a házi látogatás. Úgyhogy nálunk az átlag az 36 és 40 körül van. Tehát amikor egy páciens elmegy az általános orvoshoz, előtte bejelentkezik, megkapja 15 percét, igen, és utána, ha beutalót kap egy specialistához, tehát egy szakorvoshoz, ott mennyi ideje van? Ott is 15 perc, vagy ott az egy komolyabb? Hát ott is 15 perc. És ez elvégezhető? Attól független, hogy melyik szakorvos. Attól függetlenül, hogyha diagnosztikáról beszélünk, hogyha ultrahang, vagy röntgen, az úgy mint, hogy két beteg egy órára, szóval egy betegre fél óra van egy vizsgára. Tehát, hogyha összetettebb a vizsgálat, hogyha technikai jellegű, akkor, nem, említett, elég. akkor nem elég, muszáj ezt. És mi van azokkal a betegekkel, gondolok itt az idősebbekre, akiknek több krónikus betegsége van, gondolok érrendszeri megbetegedésekre, cukorbetegségre, tehát amikor elmegy egy általános orvoshoz, akkor betegségenként kap 15 percet, vagy egy beteg 15 percet. És utána viszont már, amikor a szakorvoshoz küldi, akkor ott megkapja a különböző... Igen, attól függ, hogy melyik szakorvoson. És ezek a szakorvosok, ők mennyire, az önök egészségházában, az általános orvosok és a szakorvosok, mennyire gondolják azt, hogy ezzel a 15 perccel lehet dolgozni, hogy ez nem fog a minőség kárára menni? Hát, mivel mi már 2 éve így dolgozunk, én azt gondolom, hogy nem fog a minőség kárára menni. Visszajelzés milyen a betegektől? Hát az elején nagyon-nagyon rossz volt, de most már jó. Most már jó. Tehát látták, hogy működik? Igen, látták, hogy működik, hogy nem veszítenek sok időt a váróterembe. Betegek nincsen olyan, hogy most idegesek, vagy összevesznek, vagy mindenki sorrendet kap, mikor odaér. Úgy is fogadja őket az orvos, úgyhogy szerintem most már nincs olyan probléma. Tehát önök ezt helyileg megoldották, akkor miért lehet ez, hogy ez a Nemzeti Ügyfélszolgálat fogja átvenni ezt az egész bejelentést? Nem muszáj. Nem muszáj. Nem muszáj, nem kötelező. Úgy is kaptunk minisztériumtól, hogyha működik, akkor azt nem muszáj cserélni. Azt marad úgy, ahogy volt eddig is. Tehát amennyiben az önök rendszere továbbra is működik, akkor igen, meg lehet tartani, viszont ha kérvényezik, akkor eznek igen, a nemzetibe be lehet kötni. 15 perc betegenként Miklós Renátának, a Törökkanizsai Kórház igazgatójának, egészségház igazgatójának köszönöm szépen, hogy befáradt. Köszönöm szépen. December 1-én megszűnt a Temerini Rádió, amely 45 évig tájékoztatta a község polgárait magyar és szerb nyelven. A községi képviselőtestület szerdai ülésén hozta meg az intézmény felszámolásáról szóló döntést. A Temerini képviselőtestület szerdai döntése értelmében december 1-től megszűnt a Temerini Rádió. A rádió tiszteletdíjas munkatársait már 2 héttel ezelőtt értesítették, hogy nem tudnak tovább fizetni a munkájukért, így 2 hete már csak zenés műsor volt hallgatható ezen a csatornán. A községnek ezt könnyed utáni az adóbú, még a kiadásokból, mert egy ekkora falu rádió nélkül ez elképzelhetetlen. Nekem tetszett, én áll voltam vele, valaki azt mondta, hogy ez mind megszokott, sablonos, én nekem elment, jó volt. Úgyhogy biztos, hogy hiányozni fog, mert most máma is hallgattam, de már valami rendellenség volt az Újvidéki Rádiónál kapcsolat, beszélem 10-kor a iradót. A Temerini Rádió majd 50 évszázada része volt a helyi polgárok mindennapjainak. Innen tájékozódtak az esetleges kommunális problémákról, a művelődési eseményekről, de volt egészségügyi, gyermek és ifjúsági műsor is.
Stanovnici još uvek ne reaguju zato što čini mi se dok god ima signala, oni su mirni, plašim se da onog momenta kada prestanemo sa emitovanjem signala da će onda nastupiti reakcije. A községi képviselőtestület elnöke szerint egyszerűen nem volt más választásuk. A törvény adta lehetőségek tárháza kimerült. Törvényes módszer nem volt a Temelő Rádiónak a megmentésére. Mondom, hogy lehetett volna valamikor is megoldást találni, nem mutogatnánk senkire újra. De a médiumok privatizációs törvénye nem ismeri fel a Temerini Rádiót abba a privatizációs törvénybe. Szóval, mert az a médiumoknak a privatizációs törvénye, nem a kulturális intézményeknek. Az Együtt, ami Temerinünkért mozgalom vezetője szerint nem merültek ki a törvényes lehetőségek a rádió fenntartására, de a mostani helyi hatalom nem tett semmit a rádió megtartása érdekében. Definitívno su mogli također da se obrate. Obrate predsjedniku gospodinu Pastoru Ištvanu, predsjedniku Skupštine Vojvodine, mogli su da se obrate Vladi Republike Srbije, mogli su da traže rješenja koje smo mi tražili u periodu 2014-2015 do početka 2016. Imali su sve to i tim primjerom su mogli da se vode i da se bore za taj radio i dan danas. Mislim da su oni bez borbe, znači prosto posljednjih šest mjeseci apsolutno nikakve aktivnosti nisu imali i dočekali su slovo zakona da kroz gašenje, kroz likvidaciju kulturno-informativni centar ugasi radio Temerin. Robert Karán szerint egyértelműen a rádió korábbi vezetése okolható a most előállt helyzetért. Problem sa Radio Temerinom nastao krajem augusta, početkom septembra 2014. godine, kada su zvanično isticali zakonski rokovi za prijavu Agenciji za privatizaciju, koju tadašnja direktorica nije učinila. Tadašnja direktorica nije podnela prijavu Agenciji za privatizaciju i time Radio Temerinom već upao prvi problem. Ugyanakkor pásztor Robert KKT elnök úgy véli, fölösleges a sárdobálás. A felelősség nem csupán egyes személyeket, hanem az elmúlt év összes közéleti politikai szereplőjét terheli. Dobáltunk még sarat, hogy volt igazgatónőnek a fejére, még mondtas, hogy van vaj a fején, meg stb., de nem volt neki lehetősége. Ahogy lehetett volna lehetősége, akkor szét kellett volna választani. Azt, amit az előző hatalom meg is csinált, csak abban a különbség, hogy akkor már lejártak a privatizációs határidők. A Temerini Rádió december 1-től megszűnik, kezdetét veszi a felszámolási folyamat, amely eltarthat több hónapig is. E folyamat lezárultával az elektronikus médiumokat ellenőrző szerv elkészíti a frekvenciára vonatkozó tanulmányt, ezt követően pedig majd újra kiírják a pályázatot a frekvenciára. U ovoj konstelaciji institucionalnih rešenja ne postoji mogućnost da Skupština opštine konkuriše na tom koncertu na bilo koji način, zato što znamo da izmenama medijskih zakona koji su stupili na snagu 1. jula 2015. godine država se u potpunosti povukla iz medija. U ovom obliku, dakle, ne, nemoguće je, a sad postoji opcija neke civilne organizacije ili nečeg sličnog, ili opet opcija neke privatne kompanije ako bude zainteresovana. Mi sad naravno sve vreme govorimo o šta bi bilo, kad bi bilo. A temerini polgárok, köztük a 2011-es népszámlálási adatok szerint a mintegy 8000-es lélekszámú temerini magyarság helyi szintű tájékoztatás nélkül maradt. A törvény tiszteletben tartása azt eredményezte, hogy az alkotmányos jogok ellenére, miszerint minden szerbiai polgárnak joga van az anyanyelvén történő tájékoztatásra, a temerini lakosok helyi tájékoztatási eszköz nélkül maradtak. Magyarországon idén gulág emlékévet hirdettek, vagyis a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások éve van. A témában szervezett tudományos tanácskozásról szóró rövid felvezető anyagunkat követően Juhász Andrea kolléganőm Gallusz László nyugalmazott újságíróval beszélget, aki a Vajdaságból elhurcolt politikai foglyokról és kényszermunkásokról készített egy tanulmányt. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások viszonttagságait feltáró kutatásokban a délvidéki magyarság is érintett, hiszen az elhurcoltak között vajdaságiak is voltak. A legújabb vizsgálódások további lehetőségeket nyitnak a történelmi események megismerésére.
A 44-45-ös eseményekről, valamint a második világháborút követő megtorlásokról évtizedekig nem lehetett nyíltan beszélni. A 80-as évek végétől kezdték el a szovjet fogolytáborok szörnyűségeit a nyilvánosság elé tárni. Az emlékév és az 56-os események 60. évfordulója alkalmából Magyarország szabadkai főkonzulátusa egy kiállítást szervezett. A nemzetközi konferenciát és tudományos tanácskozást az Újvidéki Európa Kollégiumban a Zentai Történelmi Levéltár és a Magyar Nemzeti Tanács szervezte. Köszöntöm a közügyek nézőit. A Magyar Nemzeti Tanács Elfelejtett Történelem címmel nemzetközi konferenciát tart, amely a Szovjetunióba elhurcolt hadifoglyok emlékére készült. Az előadók között köszönhetjük Gallusz László nyugalmazott agrárújságírót is. Üdvözlöm a műsorban. A pályafutása során az agrárium volt a fő téma. Mégis honnan az ötlet, hogy egy ilyen érzékeny témával foglalkozzon? Bár azt vallom, hogy véletlenek nincsenek, mégis a véletlen szüleménye, hogy egy valóban érzékeny témába merültem bele, ez pedig a szovjet hadifogságba hurcolt bácskai, illetve délvidéki honvédek meghurcoltatása és sorsa. Felnőtt fejjel tudtam meg tulajdonképpen, hogy anyai nagyapám a 44-es vérengzések áldozata lett, mert addig hiába kérdeztem, hogy nekem miért nincs nagyapám, hallgatás volt a válasz, és ez téged ne érdekeljen. Egyszerűen az a kérdés kezdett foglalkoztatni, hogy azok a dolgok, amelyek megtörténtek, és nem beszélünk róla, azok megtörténtek-e? Illetve azok a dolgok, amelyek megtörténtek, és nem beszélünk róluk, azok nem történtek meg? Valamikor ott a 80-as években már egy kicsit engedett a kommunizmus, illetve posztkommunizmus és posztszocializmus szorítása, és akkor már lehetett beszélni azokról az eseményekről, azokról a dolgokról, amelyeket mindaddig a hallgatás övezett, és hétpecsétes titokként őriztek a katonai levéltárak, és esetleg a népbiztosok emlékezése, akik részesei voltak az emberek hányattatásának, megaláztatásának. A 44-es atrocitásokkal a 80-as években már halkan kezdtek foglalkozni, ellenben nem foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy voltak-e bácskai honvédek, akik a szovjet hadifogság tulajdonképpen hát haláltáborait járták meg, munkatáborokról van szó, és terepjárásom során, agrárújságíró voltam, vagyok a mai napig is, nagyon sok érdekes emberrel beszélgettem, akikről megtudtam, hogy honvédek voltak, hadifogságba estek, és vagy Szibériába, vagy a Donyec-medencébe, vagy pedig bárhova, Oroszországba, az oroszországi hadifogai táborokba kerültek, és évekig, sőt, jó néhány évig ott voltak. De amikor kezdtem őket faggatni, hogy akkor hogy is volt az a hadifogság, vagy pedig miként történt fogságbeesésük, hogyan rukkoltak be, akkor rendszerint elutasító válasz volt, leráztak az emberek, és azt mondták, majd egyszer elmondom, de ez valamikor ott a 80-as években történt, és nagyon gyorsan elérkezett az az idő, amikor az elmondom, az felszínre tudott kerülni, és az 1990-es évek legelején, tehát a kezdetén, amikor már igaz halkan, de lehetett beszélni az atrocitásokról, amikor lehetett beszélni az elhurcolt hadifoglyok sorsáról, az oroszországi fogolytáborokról, akkor valahogy megnyíltak az emberek, bár nagyon visszafogottan és óvatosan, nem lesz nekünk ebből bajunk megjegyzéssel, csak sikerült szóra bírni őket, és a téma adott volt, így kezdődött lényegében az Oroszországot, pontosabban a Szovjetunió hadifogai táborait megjárt emberekkel való ismerkedésem és életük föltérképezése.
akkor a jelek szerint már a 80-as évek végén, a 90-es évek elején kezdtek merni beszélni a hadifogságról, a megaláztatásokról az emberek? Igen, nagyon visszafogottan már kezdtek beszélni róla, hiszen ez a 90-es évek kezdete, 90-es év a rendszerváltásnak az éve volt, és az, ami egy kicsit elgondolkodtató, hogy nem a történészek jártak elől a tények feltárásában és a tények közlésében, hanem a magamfajta tintanyalók, újságírók, és a legérzékenyebb témákkal foglalkoztak. Említsem csak ugye Matuska Mártont, aki a 44-es atrocitásoknak állítom, hogy a legkiválóbb ismerője. Azután Ternovász István, aki a kulák üldöztetésnek a jó ismerője. Kicsinségem pedig egy kicsit legalább próbált belemélyedni a hadifogság kérdésébe, de az az érdekes, hogy ez egy olyan terület, ahol az élő szón kívül semmi adathoz nem juthattam. A levéltárak nem őrizték meg tulajdonképpen azokat a dokumentumokat, a vajdasági levéltárakra gondolok, amelyek bizonyítékul szolgáltak volna pontos adatokkal, hogy a Délvidékről, pontosabban Bácskából hány magyar fiatalember 1920-22 között született, került először ugye a magyar királyi hadseregbe, onnan pedig valahova a frontra, a frontról aztán a hadifogói táborok valamelyikébe. Ma van már pontos adat esetleg arról, hogy mennyi magyar és közöttük bácskai magyar került szovjet hadifogságba? Az adatok mindig a manipulálásra adnak kiváló lehetőséget, és nagyon sokáig pontos adatokat még ma sem lehet számszerűen megállapítani, hogy 500, 600, x 100 ezer magyar katona esett hadifogságba. Ellenben hozzávetőlegesen 560-65 ezer magyar, tehát ez nem csak vajdasági, illetve bácskai magyarról van szó, azok voltak a legkevesebben, tehát Magyarország, a királyi Magyarország területéről hadifogságba került honvéd járta meg az élet poklát, a gyűjtőtáborokat. Ellenben nemrégen egy olyan adatra bukkantam, és az az érdekes, hogy erről a témáról, hogy hány magyar volt a királyi hadseregben, hányan estek hadifogságba, sehol nincsenek pontos adatok. Az egyedüli pontos adatot talán a szovjet katonai és hadtörténeti levéltárnak a fundusza nyújthatja, ahol mintegy 4 millió egységet őriznek, és ez körülbelül 20 évvel ezelőtt hát nagyon kimérten és visszafogottan kezdett megnyílni a történészek és a kutatók előtt. Ellenben az az érdekes adat, amiről az imént említést tettem, hogy voltak-e és hányan voltak vajdaságból, Bácskából a királyi hadseregbe, illetve hadifogságba. Egy nemrégi adat került a kezembe, 22 ezer valahány százan járták meg Oroszország valamelyik gyűjtőtáborát, pontosabban büntetőtáborát, nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak, lényegében hadifogói táborokról van szó. És az az érdekes, hogy itt nem csak magyarok voltak, hanem lényegében a vajdaság területén lévő nemzetiségek mindegyik tagja, hiszen tekintet nélkül, hogy milyen politikai irányítás, illetve kinek az ország határai közé van beszorítva egy-egy terület. A hadköteleseknek tenni kell azt, amit tenniük kell. Ha érkezik a behívó, akkor eleget tenni a behívónak. A munkanélküliség országos problémának számít. Egyik községben többen, a másikban kevesebben várnak munkára, főleg a 30 év alattiak érintettek, de az idősebb korosztály is nehezebben jut munkához. Magyar Kanizsán is hasonló a helyzet.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Magyar-Kanizsai kirendeltségében nincs tolakodás. A munkanélküli polgárok a megadott időpontban érkeznek és újítják fel státusukat a munkanélküliek nyilvántartásában. A magyar-kanizsai Füzér Angéla hosszú évekig be volt jelentkezve, egy ideje azonban nem szerepel a listán, mert nem látja értelmét. Nagyon sokáig be voltam jelentkezve, viszont munkát hát szinte nem is kínáltak egyáltalán. Most meg már hát sajnos családi okok miatt nem is tartom fontosnak, meg az miatt nem is jelentkezek, mert egyszerűen nem kínáltak semmi normális munkát. Nem is késtem, de utóbb már ráuntam, mert tényleg semmi munkát nem tudtak felajánlani. Dolgoztam én attól, csak hát a cég nem jelentett be, és sajnos, hogy nem mentek az évek se, úgyhogy abszolút a munkakönyv az teljesen üres. Angélán az állásbőrze sem segített, pedig jó néhány cégbe beadta papírjait. Beadtunk be, de hát sajnos semmit nem kaptunk visszajelzést, úgyhogy... Mentek visszajelzések, milyen munkát keresett egyáltalán? Hát itt a közeli szárítók, amik vannak, paprikafeldolgozó, meg hát aki anno a söprű gyár még létezett, de hát most már az se sajnos, hogy... és semmi nem jött. A tótfalusi Stankovics Ornella évekig kutatott munka után, mire egy évvel ezelőtt rámosolygott a szerencse. Mivel falun élünk, ezért elég nehézkes volt, hogy a falun nem sok munka, nem nagy a munka lehetőség. Munkaközvetítőbe hiába jelentkeztünk be, vagy hiába voltunk bejelentkezve, én személy szerint sajnos ott munkát nekem nem kínáltak, ezért fel kellett találnom magamat. Hát ugye én Zentaközséghez tartoztam előtte, mielőtt ide költöztem volna Magyar-Kanizsára, és én tehát mind a két helyen részt vettem az állásbőrzéken, viszont mind a két helyen sikertelenül. Úgyhogy tehát nekem nem segítettek. Nagyon sok helyre beadtuk az önéletrajzomat, beadtam, sőt volt olyan, amikor én kerestem fel vállalatokat, hogy esetleg szükségük-e van a munkaerőre, és én, az én véleményem, az én tapasztalatom mind negatív ezzel kapcsolatban. A foglalkoztatási szolgálat adatai szerint a Magyar-Kanizsai községben jelenleg 457, 15 és 30 év közötti fiatal munkanélkülit tartanak nyilván, akik átlagosan 2-3 évet várnak az elhelyezkedési lehetőségre. Van esélyük, vannak közvetítéseink, hát különböző közvetítéseink vannak, szoktak, nagyon keresik mostanában a kereskedőket, és akkor ott nem is ragaszkodik a munkaadó, hogy direkt az legyen a befejezve, hanem lehet mondjuk rá bármilyen középiskola, általában elég nekik, hogy minimum harmadik fokozat, és akkor bármilyen iskolával is foglalkoztassák. De jóval keresnek fizikai munkát is. Na most a gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy általában a hatodik, hetedik fokozat, ők ragaszkodnak hozzá, hogy az is szakmában szeretnének elhelyezkedni, ami azért érthető is. Akinek alacsonyabb a fokozata, ők vállalnak más munkát is. A sikeres munkakereséshez elengedhetetlen, hogy a fiatalok is aktívan bekapcsolódjanak a folyamatba. Van némelyik, akik tényleg aktívak, jelentkezésnél, vagy amúgy is be szoktak jönni, érdeklődni szoktak, hozzák az önéletrajzot, viszik a munkaadónak az önéletrajzot, mert most már a legújabb szerint úgy dolgozunk, hogy ne csak arra váljanak, hogy mi közvetítsünk, hanem ők is aktívan keressék a munkát. De vannak olyanok is, akik nem, hanem ők inkább csak arra várnak, hogy mink ha hívjuk, és mink ajánljuk, és akkor ugye vállalják. Úgyhogy ez tényleg változó. De van fiatal, aki nem csak, hogy most az önéletrajzot hozza, vagy viszi a munkaadónak, felteszi a mi honlapunkra, mert arra is van lehetőség. Körbejárják a munkaadókat, jönnek az állásbőrzére. Van pozitív hatása, el szoktak helyezkedni. Még 6 hónapig szoktuk követni az állásbőrze után, hogy menjen helyezkedtek el, és azért van rá példa, hogy igen, hogy pont ott az állásbőrzen átadott önéletrajzok, hogy azok a személyek utána elhelyezkedtek. Még ez így nagyon jó, mert ott helyszínen van több munkaadó, és akkor ott helyszínen lehet kérdezni, lehet egy kapcsolatot teremteni. A munkaközvetítő a szakmai gyakorlat megszerzésének lehetőségét is biztosítja az első állásokat kereső fiatalok számára. Ez egy nagyon jó program a munkaadó részéről azért, mert ő neki
nem kerül pénzbe, hogy így mondjam egyszerűen, mivel a munkaközvetítő fizet egy bizonyos összeget a fiatalnak, ez volontőri alapon szokott menni, ez azt jelenti, hogy nem megy a nyugdíj alap, de viszont szereznek munkatapasztalatot. Esetenként lehetőség van az átképzésre is. Vannak különböző programok, arra is van lehetőség, még most, amit direkt szervezzünk, ami majd hamarosan lesz, az pedig tanfolyam, szakács tanfolyam lesz, még ECDL tanfolyam, és a szakács tanfolyam pont azokra a személyekre lesz, akik vagy 30 évtől fiatalabbak, vagy 50 évtől idősebbek. Az ECDL tanfolyam az pedig azokra lesz, akik már több mint egy éve vannak nálunk nyilvántartás. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Magyar Kanizsai fiókja önéletrajzíró tanfolyamokkal is segíti a fiatal munkanélkülieket, körzeti szinten pedig az ENTAM működő munkanélküliek klubjában tudják elsajátítani a megfelelő önéletrajz megírásának ismereteit. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt mára is erre a hétre a közügyek. Hétfőn Fehér Márta várja önöket, ugyanígy a 17:30 híradó után. További kellemes tévézést kívánok!